2015 és 16-os évet a makói önkormányzat Návai Lajos emlékének szentelte. Ennek talán egyik legemlékezetesebb pillanata tavaly október 28-a volt, amikor is ünnepélyes keretek között avatták újra a mártírhalált halt politikus szobrát. Nemrégiben pedig bemutatták a róla szóló díszkötetet, melybe most mi is itt közösen bepillantást nyerhetünk. Szavak, ti mondatlan szavak, meddig bíztassalak? Mit ültök rokkant ajkamon, mint dermet madarak? Avagy enyémek vagytok-e, vagy rám bízott sereg? Apáktól és egy nemzettől örökben nyertelek? Szerintem ő is a sportágválasztalóim, nem? Megjelent Návai Lajos emlékezete című kötet kerül bemutatásra. Nagy szeretettel invitálok mindenkit a további programra. Nagy örömünkre szolgál, hogy annyi év után erkölcsileg kárpótolták a Návai családot a nehéz küzdelmes évek után. Návai Lajos olyan kiemelkedő politikus volt, aki szülőfalujából elindulva politikai pályafutását az országház elnöki tisztségig tudta vinni. Vármegyei munkásságában a jobbátság sorsának javítása és közigazgatás jobb megszervezése állt előtérben. E kiemelkedő politikusnak, államférfinek 71 év elteltével a város vezetése újra piedesztára emelte. A návaiak óföldeák, földeák szülötteit gazdálkodtak és Makó város vezetésében a szebb jövő érdekében dolgoztak. Legnagyobb sajnálatunkra a család többi tagja megromlott egészségállapota miatt nem tudott helyes alkalommal megjelenni. Szeretném megköszönni, hogy a térség községei és a város vezetése nem feledkezett meg a család kiemelkedő tagjáról, és tiszteletben tartják. Szeretném azt is megköszönni, hogy még élő családtagukat befogadták és szeretettel várták. Hogy az emlékév programjai összegyűjtve megmaradjanak, örök emlékül és példaként álljanak előttünk és az utókor számára, hogy azok az eszmék, melyeket Návai Lajos képviselt, mennél szélesebb körben ismertek legyenek, a testület úgy határozott, és a Návai Bizottság tagjai, hogy emlékkönyv kiadását kezdeményezi. A könyv több hónapos áldozatos munkával elkészült, amely most kerül bemutatásra. Miért is? Hogy az ércnél is maradandóbban hirdesse mindazt, amiért egykor Návai Lajos élt és dolgozott, és amire emlékének fenntartása végett
az utókor. Már tudjuk, hogy 19-en Návai Lajos halálának évfordulójára megjelenik az eredeti naplója, naplókötet, illetve a návai konferenciákon elhangzott előadások szövege. Ezek még a távlati terveink. Milyen volt együtt dolgozni a Návai családdal? Nagyon kellemes. Én nem most ismertem meg őket évekkel ezelőtt, mi már találkoztunk. Ha szabad ezt mondani, ők igazi úriemberek, követik a családi hagyományokat, nagyon tisztelik az ősöket, minden segítséget megadtak, amire szükségünk volt.